Most pedig nézzük meg autótesztünket, melyben Benkő Dánielt kértük meg, hasonlítson össze egy benzinest és egy gázüzemre átalakított C4-est. Szervusz Dániel, üdvözöllek mai autótesztünkön. Előttünk áll egy C4-es benzines Citroen, illetve a hátam mögött gázüzeműre átalakított tesztautó. Ezt látom, rá van írva, hogy gázüzemű. Nekem nagyon tetszik a gáz. Javaslom, hogy először a benzinessel indítsuk a tesztet. Hogy emelkedjen a feeling, ugye? Fokozzuk az összhatást. Jó. Tehát javaslom, foglalj helyet a benzines autóba, és kezdjük meg ezt a mai programot. A próbaautónk egy 2008-ban gyártott ötajtós Citroen C4-es. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a C4-es egy szép autó. Ívelő elejét a pillekönnyű gépháztetővel már az EU új gyalogos védelmi követelményei szerint tervezték. Légellenállási alaktényezője 0,28, kiválónak mondható, talán ennek is köszönhető, hogy az autó nagyon csendesen fut, nincs semmi szélzaj. Az autó erőforrása egy 1587 köbcentis benzines motor, melynek teljesítménye 110 lóerő. A motor jól tűri az alacsony fordulatszámot, gázadásra könnyen felpörög. Az autó végsebessége a motor teljesítményéhez képest igen magas, közel van a 200 km/órához. Az autó könnyen vezethető, a kanyarokban kifejezetten stabil. Az autó fogyasztása 6,5 és 10 liter között változik, attól függően, hogy városban vagy városon kívül használjuk. Dániel, köszönöm szépen, hogy kipróbáltad a benzines autót. Na jó, hát ez az én, te bocsáss meg! Én kértem, hogy kipróbálhassam, mert én vagyok a naív, ugye? Hát én nekem kell tudnom, hogy mi a gáz, meg mi a benzin. Hát most már világosíts fel. Tökéletes, de arra kérlek, hogy szerezzél saját tapasztalatokat, megittuk a kávét, akkor tegyél egy tesztvezetést a gázos autóval is. Ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik. Akkor csináljunk egy nagy tesztet? Csináljunk egy gáz. Egy gázbenzin teszt. Most a gázossal. Na akkor gyere, egy keserű. Neked édes, nekem keserű. Neked benzin, nekem gáz. Irány, horány. A gázüzemű tesztautónk szintén egy 2008-ban gyártott háromajtós C4-es. Az autóban egy új generációs, szekvenciális befecskendezésű Landi Renzo Omegas Plus rendszer működik. A Landi Renzo Omegas Plus optimális megoldás az LPG berendezésekhez. Egyrészt azért, mert a motor vezérlését a benzinvezérlőközpont végzi. Az ettől független gázvezérlőközpont feladata, hogy egy szoftver segítségével a benzinvezérlőközpont által a benzin injektorokra kiadott vezérlést átalakítja a gázinjektorokra vonatkozó vezérlésre. A Landi Renzo Omegas Plus legnagyobb előnye, hogy csak minimálisan avatkozik be az eredetileg benzin meghajtású rendszerekbe, és hatékonyan tudja integrálni a főbb funkciókat, mint a keverékvezérlés, a fordulatszám leszabályozás és a további másodlagos funkciókat, mint a klímaberendezés bekapcsolásának vezérlése, szervokormány túlnyomás, elektromos töltések. Smicikém, üdvözöllek itten a... Szevasz, na Dániel, milyen a gázautó? Hát kérlek szépen, először is el vagyok ájulva a betontól. Én még ilyen beton, meg ilyen szabadtéren életemben nem nyomtam a gázt. Emlékszel a Fantomas, az szintén Citroen. Az én megszerettem, a második, megszerettem a Citroen. Szóval ez egy különleges érzés ebben. A gáz pedig az a história a gázzal, hogy momentán semmi különbséget nem érzek gáz és benzin között. Ez egy kicsit jobban megy, nem? Gázzal? Aha. Nem tudom. Majd tesztelnem kéne. Ja igen, hát most amikor mentem
a benzinessel. Nem, hasonló volt. Az az igazság, hogy hasonló. Semmivel se jobb, semmivel se rosszabb. Ezt szeretem a Citroenben, nem lehet felborítani. Én már csak repülőtéren akarok edzeni. Én már csak repülni akarok, repülni! A gázautó király vagyunk! Smicikém, köszönöm szépen a Mitfahrerséget. Mici a gázanyós. Milyen autót fogsz venni jövendőbelinek? Hát csak Citroent és gázautót. Éljen a gázautó. Szuper. A benzines és gázos autóval is 100-100 kilométert tettünk meg a teszt során. A gázos autó fogyasztása ugyan fél literrel nagyobb volt, mint a benzinesé, ám a gázliterenkénti ára majdnem 50%-kal olcsóbb a benzinnél, így a teszt után a gázos autó tankolása 1319 forintba, míg a benzinesé 2197 forintba került. Könnyen megállapítható, hogy ugyanaz a vezetési élmény 40%-kal olcsóbban is elérhető gázüzemű autóval. Soha rosszabb ne legyen. Sok mindenbe beleszerettem. Először is a vezetés élményébe, hogy egy kicsit ilyen rallisan lehet menni. Beleszerettem ebbe a Citroenbe. De a gázautóba már korábban beleszerettem. Inkább azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy nem bántam meg. Tehát most, hogy látom, hogy hova fejlődött ez a technika, hogy gyakorlatilag semmi különbséget nem érzek gáz és benzin között, ez számomra egy nagyon jó megnyugvás. És a zsebem, a pénztárcám érzi, hogy hát jól döntöttem. Úgyhogy ilyen a gáz. Alternatív közlekedési híreink következnek. Bemutatták Magyarországon a Reva új indiai kisautót. Ezt a kétajtós minit AC 3 fázisú indukciós motorral szerelték, a jármű csúcs teljesítménye 17 lóerő. Az autó súlya akkumulátorok nélkül 400 kg, a jármű maximális sebessége 80 km/h. 20 évvel ezelőtt kezdte ökoprogramját a Kia. A program elsősorban olyan részegységekre fókuszál, mint a Start-Stop program, a hibrid meghajtás és az üzemanyagcellák. A Kia idén mutatta be az új ISG Start-Stop rendszerét, nyártól pedig kapható a Ford Model hibrid változata, melynek belső égésű változata LPG gázzal üzemel. Ez a meghajtás a gyár szerint is komoly környezeti előnyökkel jár. Még mindig az akkumulátor technika a legnagyobb akadálya a tisztán elektromos meghajtású autók elterjedésének. Túl drága és nem tud elegendő energiát tárolni. A Michelin mégis megpróbálkozott vele, és egy másik francia céggel közösen kifejlesztett egy villamos kerékagy motorral hajtott gépkocsit. A négyajtós autó a lítium-ion akkumulátor dacára mindössze 900 kg. Azért lehet ilyen könnyű, mert az autónak nincs váltója és differenciálműve. Az autó teljesítménye motoronként 35 lóerő, és a maximális sebessége 140 km/h. Piaci bevezetése 2010-ben várható. Az egyik legígéretesebb üzemanyag a hidrogén lehet. A japán Mazda 10 RX-8-as kísérleti autót üzemeltet Norvégiában. Ezek a hibrid meghajtású modellek benzinnel és hidrogénnel is üzemelnek. A hidrogén tankba 105 liter üzemanyag fér, és ez 350 bárnyomás mellett mintegy 100 kilométerre elegendő üzemanyagot biztosít az autónak. A parányi benzintank 45 kilométerre elég üzemanyagot rejt magában. Az autókat két tárcsás Wankel motorral szerelték, 2x654 köbcentis motor teljesítménye 109 lóerő. A hidrogén üzemű autók elterjedésének a jelenleg még a Norvégiában sem sűrű hidrogén töltőállomás hálózat hiánya szabhat gátat.